prezentációban fogom ismertetni a következőkben a Déli-Néri programnak a felépülését és működését. Kiknek is szól a Déli-Néri program? A Déli-Néri program egyébként nagyon mindenkinek szól, elmondhatunk, színház mindenkinek. Miről is szól a Déli-Néri program? Mi a fő célkitűzésünk? Nem más, mint az, hogy minőségi színházi produktumok, színházi előadások a lehető legszélesebb körben tudjanak utazni, eljutni Magyarország teljes területére. Milyen mondat a programról? A Déli-Néri program az 4 alprogramból áll, ezzel szeretném megszólítani a főszínházakat, társulatokat, a főszínházi struktúrán kívül álló társulatokat, a befogadó intézményeket és természetesen a nézőket, a közönséget. 4 alprogramot határoztunk meg, az első számú alprogramunk az országjárás, másodszorban a barangoló, a nyári vándorszínházi alprogram, illetve a társulat. Nézzük külön-külön egyesével az alprogramokat. Országjárás nevet kapta, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, legstratégiai pontja, alprogramja az egész Déli-Néri programnak. 2 felől várjuk a jelentkezését. Egyrészt a befogadó intézményekről, másodszorban pedig az alkotói oldal részéről. A befogadó intézmények tudnak jelentkezni, hogy szeretnénk részleteni a programot, szeretnénk, hogyha előadásokat hívnánk, hívhatnánk meg a program keretein belül. Az alkotói oldal részéről pedig várjuk azokat a mindenféle főszínházi és főszínházi kívüli produktumok, előadások jelentkezését, akik szeretnének utazni országos hatókörű program keretein belül. A programban egy megválasztott kuratórium fog döntést hozni egy szempontrendszer alapján az előadásoknak a résztvételéről. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy színházi étnap, egy menü. Csak itt a leves, főétel, desszert helyett ifjúsági előadás, vígjáték, komédia, dráma vagy éppen tematikus nemzeti ünnephez kötött előadások fognak szerepelni. Ezen a listán 50 előadás fog kezdetben helyet kapni. Az első évben terveink szerint 300, körülbelül 300 előadás várható, de ez a második évtől már azt gondolom, hogy 5-600 előadásra is fel tudjuk majd duzzasztani. A második alprogramja a barangoló program. A barangoló program pályakezdő fiatal csoportoknak, szintén a főszínházi struktúrán kívül eső művészi társulásoknak szól, ad egy anyagi lehetőséget arra, hogy létrehozzanak előadásokat, produktumokat, szakmai mentor segítségével. Idei évben előnyt éreznek a hiánypótó, kifejezetten hiánypótó 14-16 éves korosztály számára megvalósuló ifjúsági színházi előadások, valamint a klasszikus magyar szerző műveire épülő előadások. Ezek az itt létrejövő előadások egyébként szintén belekerülnek majd az országjáró alprogramba is. Következő alprogramunk a nyári vándorszínház. Legelső sorban a kis településeket kívánjuk ezzel megszólítani. Ez egészen kicsi, akár 100-200-300 fős településekkel veszik fel a kapcsolatot. Kifejezetten erre a produkció, erre az alprogramra létrejövő előadásokkal a Kaposvári Egyetem 2 osztálya fog létrehozni, 2 gyermek és 2 felnőtt előadással. Délután lejátszák a gyermek előadást, délután pedig majd a felnőtteknek szóló előadást. Az első évben, az idő 5 évvel nagy sikerrel működő bajtaszínházi programban részvevő településeket szeretnénk megszólítani. Itt is a lehető legkisebbeket, természetesen figyelve az országos lefedettségére. Ezek mellett ott vannak nyáron a fesztiválok, ott vannak mellettünk a szabadtéri játszóhelyek, ami szintén egy hatalmas lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak az egyébként az országjáró programban jelentkező előadások nyáron is. Ezzel egyébként megszólítva egy új közönséget, akár egy új színházba járó réteg kinevelése is célunk és lehetőség áll a kezünkben, valamint az Erzsébet táborunkban a minden héten fogunk szerepelni, fogunk egy előadást tartani az ott táborozó gyermekeknek. A 4-es számú alprogramunk pedig a társulat építése. Megalapítunk egy kis létszámú társulatot, mely az első évben 1-2, majd a következő évektől 3-4-5 bemutatót, inkább 4-5 bemutatót fogunk létrehozni. Főként klasszikus,
de nagyobb arányban pedig magyar szerző műveire helyezzük a hangsúlyt ezen az alprogramban. Hogyan lehet jelentkezni? A Dériné programra online lehet jelentkezni, a dériné-program.hu internetes oldalon. Ez az oldal jelenleg a jelentkezésre szolgál, az előregisztrációra szolgál, ez a honlap már mai naptól él, tehát mai naptól várjuk a jelentkezését, mind a befogadó helyeknek, mind pedig az alkotói oldal részéről a színházaknak, társulatoknak. Hamarosan pedig elkészül egy weboldal, ami a teljes programot kivatott majd bemutatni, ez már fejlesztés alatt van. A jelentkezés követően az elbírálási szakaszban létrejön egy kuratórium fog dönteni, és amik felkerültek az említett színházi étlap, a színházi menüre, abból a befogadó intézmény maga fogja kiválasztani azt az előadást, amit szeretne meghívni. Tehát itt mi csak ajánlott előadásnak listát hozunk létre, és a befogadó intézmény maga választja ki azt, hogy kit szeretne meghívni magához. A kuratórium tagjai a következők: Kulcsár Edit, Balogh Tibor, Vinyánszky Attila, Szigetvári József, Szente Béla, Nagy Gábor, Szedlacek Emília, Uber Frank Ál, illetve jó magam. Említettem, a Balagoló programban pedig mentorok is lesznek, a mentorok pedig Kozma András, Kulcsár Edit, Lukácsi György, Esebár Dániel és Bakos is Gábor személyében lesznek láthatóak és fognak dolgozni, segíteni a Balagoló programban jelentkező fiatalok munkáit. Néhány szót ejtsünk az arculatról is. Itt látható a Dériné program logója, több megvilágításból, aspektusból. Nagyon fontos számunkra, hogy a Dériné programnak egységes arculata legyen, viszont megtartsuk a létrehozott és meghívott produkciók, előadásoknak a saját plakátja és saját elemeit. Tehát van egy egységes arculati jelen, egy plakát alap, amivel belekerülnek majd a meghívó produkció plakátjai, és ezzel fogják tudni majd a befogadó intézmények, színházak, művözési házak a produkciókat hirdetni. Természetesen jelen leszünk a social médiában is, illetve látható a képen a készülő honlapunknak a dizájnja és tervei. Összességében a Dériné program 4 alprogramjával széles körön kívánja megszólítani a színházi élet részvevőit, és a program célja az, hogy egy olyan öngerjesztő folyamathoz hozzunk létre, mely a minőségi kultúra, a minőségi előadások gyarapodását és az erre való igényt segítse és szolgálja. Mint a Jankam jelmondatunk, színház mindenkinek. A Dériné program kultúrstratégiai intézménye a Nemzeti Színház. Én pedig köszönöm szépen a